Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma is egy érdekességet hoztam, ami nem más, mint a Gyűrűk Ura harmadik része, a király visszatér. Igazándiból ez a játék, ez nagyon császár. Viszont Mákotókra sikerült találnom egy lebutított verziót, amiből az ilyen intrókat, meg az ilyen kisebb-nagyobb videókat hál' Istennek kivagdosták. Vagy egyszerűen csak nem indul el igazándiból, nem tudom eldönteni, bár mondjuk, hogy kooperatív mód miért nincs, passz. Lehet, hogy ez egy ilyen 1.0-as verzió, fogalmam nincs, viszont ha lehetőséget adódik rá, próbáld ki, mert nagyon király haverral tolni. Igazándiból nem is kertelek, kezdjük el. Igazándiból toljuk normálon, mert úgy azért van értelme is. Na igen, itt lehet látni, hogy nincsen intro, nincsen videó, semmi. Itt lenne egy nagyon komoly bejátszás, amikor Gandalf megérkezik a Metamennél szurdokba, vagy hát ez a Helm's Deep, meg nem mondom most mi, és az irányítás egyszerű, tehát én ezt régen már szerettem játszani. Visszamenjé, Buksi, Hajime. Tehát maga az irányítás elég egyszerű, igazándiból nekem nagyon tetszik. A Space-et leszúrjuk, hogyha már a földön van. Engem terrorizálsz, kis csákó. Visszamenjé. Lep. Oké, okay, igen. Igen, itt kapunk ilyen játékban való bejátszásokat, ami miatt, vagy amik viszont megmaradtak. Ennek viszont kifejezetten örülök, mert átmaradsz a földön. Hopp, te lent maradsz. Ó, ez excellent lett. Igen, hogyha sokáig nyomjuk a balegér gombot és úgy lövünk, akkor igazándiból nem ilyeneket kapunk, ilyen kis gulyót, hanem egy ilyen nagyon erőteljes támadást. De természetesen az ilyeneknél mindig csiszre jön össze. Hoppuk. És ilyenkor, ugye automatikus célzás, mert hát ugye nem PC platformról van szó, hanem PS-ről. Tehát szépen papásan leszedünk mindenkit a francba. Na igen, itt jön el az a rész, amikor betolják azt az ekkora bombát sétálva. Nem ezzel van a probléma. Ezeket nagyon meg kell jegyezni, nagyon süti. Igen, nincs időnk a ragonra. Fussuk! Úgy. Na itt nem futunk el akkor. Az egyetlen pozitívum, hogy az első pályán nem lehet meghalni. Ezeket itt el kell lövöldözni, de mikor éppenséggel nem jön senki, akkor nagyon nem szoroz. Te nem akarsz esetleg meghalni? Szevasz! Hát is egy fair. Lenmaradsz. És ezt is eldobjuk, mert miért ne? Elküldjük a másodikat. Oké, inkább futok a harmadikhoz. Nehogy véletlenül meghalljak. És nagyon jó királyok vagyunk, fölrobbantottuk. Tiszta, jó nekünk. Na és akkor itt látjuk Gandalfot ezzel a fantasztikusan szép grafikával. És itt jön az intro, és igazán, hát igen. Na most az miatt örülök neki, hogy nincsenek intrók, mert az intrók általában 10 percnél hosszabbak. Ja igen, kapunk egy ilyen kis átvezetést, ez kifejezetten pozitív dolog volt. Van ilyen skillmeter, és azokból ahány orkot megölünk, annyi skillpontot kapunk, ugye van, itt föl van osztva, ugye fair, good, excellent és perfect. És akkor természetesen ezt így szépen elosztogatja, hogy miből mennyit töltünk, és hát mennyire voltunk hírók. És akkor most ez good, mert az mit tudom én, mert fairből több volt, de hát nem tudom. És akkor utána így szépen el tudjuk osztani itt a dolgokat, de természetesen nem csak magunknak, hanem egy adott csapatnak is. Tehát itt van például ez Aragornra, Legolasra és Gimlire vonatkozik, Gandalfra, valamint Samura. Tehát ja, hát itt a bal oldalon, itt alattam pont is látjátok, hogy kikre vonatkoznak ezek a dolgok. Itt viszont ugye csak egy emberre ránk. Na most, igen, itt van egy-két dolog, amit nagyon fontos, hogy fejleszünk, ez az Orchiever mindenkitől.
ez egy nagyon jó támadás, és ritka erős. Tehát ez igazándiból ezt használjuk a játék legutolsó pályájáig. A másik pedig, hát igazándiból 3800 ponton van, tehát más nincs. Igen, Wizard Power, ez majd még később. Igen, itt elmentjük a játékot, mert mi jók vagyunk, mert mi vagyunk a bunyós. De mindegy. És igazándiból így kapjuk meg a pályákat. Tehát itt volt a Helm's Deep, ezt megcsináltuk, nagyon jók vagyunk. Meg ne kérdezzétek pontosan, hogy ez hol volt, ha jól emlékszem, aki látta a filmet, ez a második résznek a vége felé lehet, azt hiszem, vagy a rossz se tudja. Ez az a rész, amikor mondja Gandalf, hogy jöttem rá 5 nap múlva, számítsatok kelet felől, pirkadatkor, és ekkor jöttünk meg. És akkor itt lehet választani lehetőségeket, hogy hol akarunk tovább menni. A holtak út, vagy a holt, igen, a holtak útján azt hiszem, Path, azt jelenti, itt Aragornnal, Legolasszal és Gimlivel mehetünk. Van Road to Isengard, itt Gandalfal megyünk, és van az Escape from Osgiliath, ugye menekülés Osgiliathból, itt pedig Samuval megyünk, és Frodo-t kell védenünk. Igazándiból mindegyik pálya nagyon jó, kifejezetten tetszik, de hát ugye a többi pálya azért van bőven. Itt van a Fekete Kapu, és akkor a Krakow Dúm. Viszont ugye már itt is vannak ilyen titok pályák. Írja, hogy teljesítsük a Krakow Dúmot, meg mit tudom én. És természetesen az egész sztorit végigköveti Minas Tirith-szel, végig Siritangle-nél, ugye azt, mint tudjuk, az a pókos jelenet volt. Itt van, amikor a nagy elefántok jöttek, a Fekete Kapu, itt van mit tudom én, melyik kapu. De mindegy is, menjünk, mert kell. Úgyhogy választási lehetőségek így néznek ki, itt van Aragorn, Legolas, Gimli, ők közülük tudunk választani, ugye itt van Gandalf, őt ugye nem tudjuk választani, és se Samut, se Frodo-t. Annyi, hogy Frodo-t igazán a játék végig nem választhatjuk, tehát nem tudom miért. Valamint van 3 titkos karakterünk, engem viszont, hát én Legolasszal megyek, tehát nekem ő volt szimpi mindig is. Mit akarok még elmondani? Ja igen, vannak kombók. Legalább igazán egy kombót ismer még, ez a bal föl le. Ha jól emlékszem, akkor neki megvettem. Pedig megvettem neki, de mindegy. Semmi probléma, igen, van ilyen ködös részet, nem tudom, mi sétál. És itt lehet látni így a szikadt szellemeket. Hát igen, ha megnézitek, hát most pont nem lehet látni, hát lent a bal alsó sarokban ott van egy ilyen kis Legolas fej, mellette van egy 30-as, annyi íjam van, 3000 pont az az XP-m lesz, ugye, és mellette ez, hogy minél több embert ütök, annál jobbakat ütök, annál azért, hát akkor nem fair lesz, hanem akkor mit tudom én, good, excellent, vagy perfect, és de ez természetesen ijesztetnél nem. Pedig örültem volna neki. Igen, és itt abban a pillanatban, ahogy meglátod rögtön, Hajime, mondom, lenn maradsz. Up, 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 up. Lent maradsz. Up. Igen, vannak ilyenek, amikor már így majdnem teljesen fölkelt. Opa, na igen, itt volt egy életpósom. Ezt még meg akartam mutatni, hogy ezek hogy vannak. Egér használata tilos. Tehát eskü, csak az egérre megyek. Nagyon bosszantó, amikor így belemozdít az egérrel, és nagyon jó meg lehet csinálni egér használata nélkül, csak a gombokat használva. Ez a rész az igazándiból nevetségesen egyszerű. Itt igazándiból nyomjuk a hosszan a ezét, a bal egér gombot, és öp, és itt szépen egy lövéssel mindenkit szépen meg tudunk ölni. 10 golóbú. Ja igen, itt folyamatosan ordítanak, hogy miért, nem tudom. Igen, Gimli ez folyamatosan parázni fog. Gimli mint karakter szörnyű. Bár ez inkább csak az én véleményem. Ne így pofozzál már, hát szétszedem az arcodat. Na gyere, gyere, genyó, vagy, ja, hagyj be. Gimli maga mint karakter szerintem nem lett valami jó.
tehát egy igazi hard karakter lett. Tehát elég macerás irányítani. A köszi. Később nem tudtatok oda jönni? Igen, ezért szeretem, hogy nem kell irányítanom, mert a célzás meg van oldva, igazániból egérrel tudunk forogni, de nem kötelező. Oh. Azt tudom, hol van. Tehát így alapból becélozza, ott van a feje fölött az a kis pont, és akkor írja, hogy vagy hát azzal jelzi, hogy éppen rácélzok. Ez mi? Úgy, ezres XP. Hopp. Na gyere, 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 hagyj be, hagyj be, hagyj be, hagyj be. Hajaj. Hogy a haja, ugye, hagyja. Hát, az majdnem nem volt, majdnem meg volt, haha. Na mi van kisfiú, atya. Na gyere csak, gyere, gyere, elkaplak ám, elkaplak. Hopp, és az még fel lett. Igen, nem kötelező előni az utolsó veszőt, amit igazán pozitív dolognak találtam, ez viszont mindent vitt. Megfogom, azt rágurítom elve a... BOM! És utána nekem tiszta jó, hát így... Hát akkor így ilyen kevesebb, nem? Hát nem. Most jön a viccesebbik. Ugyanis... Elfelejtették őket onnan kitenni. Újra nőtt kettő. És ilyenkor szépen egyesével... Mindet, igen, ilyen az, amikor nem céloz normálisan. És akkor szépen, papásan, ezért jó nekünk a távolsági ember. Legolasz tökéletesen tud célozni. Nagyon-nagyon csíptem a karaktert, mert erős. Nagyon erős és gyors. Na, így nézett ki az életpoti. Nagyon erős, nagyon gyors. A Ragord viszont a kardjával szerintem lehet, hogy egy fokkal erősebbnek bizonyul. Hopp, hopp, ennyi volt. És igazániból már egy a földön is van. És az is meghalt. Jó van, mindenki meghalt. Nagyon jó, nagyon jók vagyunk. Annyi az egyetlen negatívum, hogy ebben a videóban szerintem csak ezt az egy pályát fogom megmutatni. Igen, és akkor itt érzékelik, hogy hozzányúltak. Igen, itt igazándiból gyorsan kell lőni, mert rögvest engem céloznak. Oké, meg is vagyunk. És akkor itt az E-vel, mint interakt, szépen leeresztjük a hidat. És akkor nekünk most nagyon jó lesz, csak át kell szaladni rajta, mert különben főcsukódik. Azért itt lehet látni, azért vannak itt torkok rendesen, de mégsem olyan nehéz. Hát persze, hogy nem, hát ez az első pálya. Lesz ez rosszabb is, a fekete kapus, megmutatom, addig elmegyek, Istenemre mondom. Hát ott sírni fogok, hát azt, hogyha nem próbálom ki majd 8 óra, akkor egyszer se. Az biztos, hogy ott hülyét fogok kapni. Na igen, és itt indulnak a negatívumok, mikor nem tudok időben kimenni. Hopp. Ne toljál vissza, hülye vagy te. Oké, mert ha már kint vagyok, akkor már nincsen probléma, mert itt tudok könnyebben küzdeni. Nekem szépen felhúzom az írt, aztán... Hey. Hop, hop. Szépen lassan, apró... nyugisan, nem elkapkodni. Hop, arra nagyon célzott valakit. Oké. Okay. Kész is vagyunk, igazániból. Ennyi volt. Itt főszedjük az életpotit. Aztán igazándiból, mivel a kamera állás elég kretén módon lett megoldva, így nem tudom, hogy hol vannak. Csak azt, hogy abba az irányba kell lőnöm. És így, amikor legalább nem mozdul, akkor igazándiból meg lehet próbálni oda lőni. De ahogy nézem, Gimli jelenleg éppen nincsen velünk, hanem éppen pogózik. Hülye gyerek, hát meg vagy te húzatva. Hopp, még egy. Hopp, szevasz. Igen, Gimli elment pogózni. Amit nagyon tudok csípni, hogy a karakterek hát nem tudnak igazándiból megdögleni. Meg tudnak, csak akkor, ha én vagyok vele.
Még egy, na így néz ki az életpoti, itt előttem van. Legolasz elég érdekes pózban áll be. Na mindegy. Nem kinevetni, hát... Ha, emlékszünk a régi szemre, nem? Legolasz egy undorító nyálaszőke herceg, rábaszom a tábortűzre, hallgatom, hogy serceg. De jó, itt igazándiból ezt annyira szerettem. Itt ez annyira jó, hogy itt a társak nem tervezik a segítséget. Igazándiból itt azon vannak, hogy... Itt azon vannak, hogy igazándiból ne dögöljek meg, de az, hogy egy centivel is előrébb jussak... nem. Nem gondoltam. Oké, most már lehet itt hösködni. Hopp, meg vagy. Kukucska, ott is meg lesz, ott is meg lesz, megvan. A játékban meghalni nem egy nagyon macerás dolog, de csak akkor tudja eltolni nagyon az ember, hogyha igazán béna. Mert két milliméternyi HP-d mindig maradni fog. Ez az miatt jó, mert sokkal jobban előre viszi a sztorit. Ha nem ordítaná a fülembe, még élvezném is. Tehát az miatt jó az egész, mert legalább megadják a lehetőséget, hogy egy nehezebb fokozatban is kipróbáld a játékot, természetesen úgy, hogy végig tud játszani, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy GTA-t, hogy odaállsz very hardon, és az első, mit tudom én, kóbor lélek le fog lőni, mert nem így van, csak egyszerűen annyi, hogy egy kevés HP-d mindig fog maradni. És akkor itt most mindjárt megismerkedhetünk, ha jól tudom, az első bosszunkkal. Igen, itt is van. Ennek azért lényegesen több ereje van, mint a többinek, viszont legrosszabb esetben is 300 pontot ad, ami nekünk nagyon jó, mert azt szépen föl fogjuk használgatni. Igen, és hogyha nincsen szükségünk rá, akkor életpotit nem tudunk fölvenni, viszont az ott fog maradni, amíg a játék megy. Úgyhogy attól nem kell félni, hogy elindulunk vissza, és de nem volt ott, hát pedig én arra jöttem, és az ott volt. Hát ez bebuktat, kisfiam. Igen, ó, veszők, az úgyis kezdett kifogyni. Igen, szinte mindenhol találunk, tehát abból pótlás van bőven. Veszőkből... Elhord, kussolj már el. Veszőkből pótlás mindig van. Igen, természetesen itt is jön ez, hogy... Hagyj be. És akkor itt pogózhatunk, mint az őrültek, mert ugye itt az I használata nem az, hogy fölösleges, hanem a szellemi fogyatékosság alap határait súrolja. Úgyhogy New Abilities Unlocked. Orkhaver. Na, most már tudom használni. Na, így néz ki ez az Orkhaver. Ja, igen, mert nem voltam kettes szintű. Na, mindegy. De most már az vagyok, úgyhogy most már tudom használni. Szépen itt főhúzzuk itt a kaput, és meg is mutatom, hogy milyen támadás ez. Ez egy ilyen elég erőteljes. Hát leverjük róla a pajzsot. És újra az Andiból. Széttéptük, mint óvodás a pilóta kekszet. Két-három ütésből pofozni lehet, mint a hülyét. Tehát nagyon jól néz ki, mert ilyenkor Legolasznak elkezd világítani a kardja. Hopp, és már lehet látni, tehát így kicsit finomabban, meg kicsit közelebbről nézitek, akkor lehet látni, Legolasznak világít a kardja, nagyon jól néz ki. Ez a kétpengés megoldás egyébként azért tetszett, mert Aragorn jóval lassabb. Igen. Na itt jön a kedvenc részem. De most ugye emlékszünk a sztorira? A szellemek nem akarják, hogy mi oda belépjünk. Hát itt se. Itt viszont ömleni fognak. Igen, ezt kell találni. Itt 35 szellemet kell kinyírnom. Hopp.
Igen, tehát hogyha 35 szellem megvan, akkor igazándiból örülünk, mint majom a farkának, már pardon a kijelentésért, mert azért azt összeszedni egy idő után elég macera lesz. Főleg az, hogy abban a pillanatban, ahogy bejönnek, rögtön engem támadnak be. Tehát jó, a társak segítenek, nagyon sokat segítenek, de ettől függetlenül, hát ez... Tehát már most kevés az életem. Legalábbis... Oh, ja igen, vannak piros potik és vannak zöld potik. Ugye a piros az lényegesen kevesebb életet fog adni, mint a zöld. Az Isten mondja már békén. Mindjárt szétverlek. Gyere, gyó, gyere, 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 gyere. Gyere, lehet szakadni rólam, vág el, érted? Gyere te is, hallod? Széttéplek, mint óvodás a pilóta kekszer. Hát gyere, hát én vagyok itt zöldlom Legolasz, hát... Nekem itt nem hősködsz. Nem hősködő. Azt is leverem, mindenkit leverek, hát én híró vagyok itt. A park hívőr. Ja igen, kiírja az összes ezéne, hogy éppen milyen... milyen képességet használtam. És hogyha leverem róla itt például hirtelenjében ezt a szájbavágot... Erre szémája. Ha leverném róla ezt a szájbavágot rohadt pajzsot, akkor onnantól össze is tudnám verni. Hop, egy. Hop, kettő. Nagyon jó, már 30 megvan. Nem baj, ettől függetlenül bucira verek mindenkit. Tehát igazándiból maga a játék nekem annyira szimpatikus volt. Igen, és akkor jönnek itt a hősködők. De ezek már két karddal vannak, úgyhogy ezeket már szárásabb már szétszedni. Úgyhogy ezek már nem úgy, mint óvodás a pilóták exet. Leszedjük, mint azt a sarkáról az odaszáradt ketchupot. Igen, és akkor lehet látni ezeket. Szellemeket. Érted, mint Bob Marley egy ilyen spangli után. Csápolnak, finoman. Egy hülyén mennek. És akkor most itt jön. Itt jön. Igen. Úgy van, itt jön. A bosszok bossza. Persze, hogy Aragorn megy előre. Természetes, ki más menne, hát nem én. De mindegy is, hát ugye mindenki mást kizártak. Legolásszal viszont elosztjuk a pontokat, hát... Igazi hősök vagyunk. Annyi pontunk lett, mint a penész, hát itt gyíkultunk. Perfektünk nem is lett, nem is csodálom. Ez fel lett. Igen. Increase damage. Már tetszik. Mi is van itt? Orgbén. Ez nem kell. Ó, ez viszont nagyon-nagyon kell. Final Judgment, ezt igazán az életben nem tudtam használni. Tehát ezt most kihagyom. Növeli az életemet, ez kell. Itt van egy ilyen, hogyha amikor pofára esek. Na ez lesz süti támadás. Nem lövöm le itt a poénokat. Úgyhogy, hát igazániból osszátok be most. Final Judgment, nem fogom megvenni. Ez meg egy olyan támadás, hogy... Én nem tudom, mikor kell használni, de én nem tudom használni. Ez is olyan, hogy... Balegérgomb, Bolgomb, Space... Talán... De nem, mert amikor nyomom, hogy Balegérgomb, Balkontrol, akkor nem rúgja, hanem ellöki. Tehát most akkor inkább ezt a 6000 pontot meghagyjuk, és szaladunk tovább, elmentjük a játékot, és nagyon jók vagyunk. Még megmutatom neked a boss, nektek a bosszok bosszát, és szerintem hirtelenjében ennyi elég is volt. Úgyhogy itt kapunk egy ilyet, igen, így váltunk, the king of the dead. És az a poén, ezt nem értem, hogy itt ismételten tudunk menni Aragornnal és Gimlivel is. What? Miért? Miért akarnék én másik karakterrel menni? Tény, hogy erősítsem azt is, vagy mit tudom én, de ha egyszer van egy erős kard... Igen, itt, na ez itt ilyen fuck logik, tehát itt... Bemegy Aragorn, és utána a többiek ugye nem mehetnek be. Hát ezt elég nehéz legyőzni.
Igen, na most ezt itt nem igazán értettem, mert ez elég érdekes szitu. Itt be kell szaladni a kőmögé, mert itt elkezd... Az nem így hősködik? Na mi van, gyere Tibi! Nem fog összejönni, érted? Érted, mert én Jampi vagyok. Hop hop, hop 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 hop. Céloz, 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 céloz. Ennek nem örülök. És egy, és kettő, és három, és négy. És amikor jön ki, akkor lehet itt lőni, mint a hülye gyerek. Csak az az egyetlen probléma, hogy annyi élete van, egyszerűen nem akar meghalni. Én itt üthetem, mint a hülye. Tehát én itt ezért csinálhatok, amit akarok. Egy. Hopp, ott megvan. De jó. Ott is megvan egy. Hopp. Igen, és itt van benne egy ilyen bug, és ilyenkor lehet lőni, mint a hülye, ugyanis ilyenkor... Oh-oh. Oh, igen, itt jön a kellemetlenebbik dolog. Belövi gyerek a fejünkbe. Most egy elég erős támadást fog használni, és ennek én nem fogok örülni. Egy ilyen gigantikus fingás robbanás, nem tudom, hogy mondjam. Ilyenkor el kell bújni szépen a kövek mögé. Nem egy erős támadást. De jó, mondjuk, hogyha kimegy, akkor... What? Visszamennyi, buksi, fekszik. Visszamennyi. De jó, köszi, hogy belőlöktél. Na, nyugszik, nyugszik. Igen, itt kéne lenni még hátul életpotinak. Egy, kettő. None return from my mountain. Igen, ilyenkor lőni kell, mint a hülye gyerek. Az ott nekem kell. Jó, ilyenkor szaladni kell, jön vissza, és akkor az úgy káros az egészségre. Ezek is. Oké, okay, egy megvan, kettő megvan. Hopp, az megvan. Lőjél már. Gyerünk. Oké, okay, sikerült meglőni. Aha, négy, és még egy. Két, aha, négy, és még egy. Egy, két, aha, négy. És így nagy. Oké, okay, azt hiszem most fog jönni, igen, itt jön oldalt. Vigyázzat, mert most... Ez az gigafingás. Akkor most nekem ez tiszta jó, mert pont nem azért másik kő mögött állok. Azt hittem most ez a kő jön. Egy, két, há, négy, erő. Egy, két, há, négy, erő. Egy, két, há, erő. És igazándiból így végig lehet vinni. Egy, két, há, és igazándiból ennyi volt.
ő gonoszsága a következő lökés hullámnál meg kell, hogy halljon, mert ha nem, akkor... Nem tudom, hogy kitől akarok én először megölni. Oké, ennyi, fair meg volt. Egy. És ilyenkor lőjük, mint a hülye gyerek. Hoppá, bocsánat, nem volt szándékos. Szépen itt. Tángáljuk, mint a hülyék. Mindjárt megvan, mindjárt megvan. Gyerünk. Egyre jó, most pont. Utálom az ijászokat. Nem baj, följön, úgyis megölöm egy lövéssel. Bingo. Ez az, sikerült megölnünk. Most nekünk ez így nagyon jó, mert ugye magába roskodtad, mint a rossz gyerekek. Itt beküldi a büntibe. Igen, most jön egy nehéz rész. Aha. A ki kell jutni az összeomló barlangba. Hát ezt 10 esetben 8-szor el fogom rontani, most szólok. Igen, itt folyamatosan szakad ránk itt a cocc. És elrontjuk akkor pont. Akkor bukta van. Mr. Pukta. És igazándiból itt így elszaladgálunk, itt tök jó csönd van, nincs háttérzaj. Annyira kell figyelni, hogy kikerüljük ezeket a rohadt nagy sziklákat, mert különben a másik többi rohadt nagy szikla az a fejünkre szakad, és az fáj. És néha kapunk egy ilyen másfél perc előnyt, amikor lehet megint harcolni. Ilyenkor nem próbálják meg a fejünkre szántani az egészet, csak ez Isten áldjon meg. Ilyenkor csak simán haladunk előre, mint a hülyék, és ütünk mindenkit, mint a süket a csengőt. És ott volt mindegyik excellent. Nem hiszem el, nem hiszem el, nem hiszem el, nem fogom elhinni. Lent maradsz! Tibi! Érted? Másfél méterről szembe lőjük egymást így. És ilyenkor futni kell tovább, ilyenkor nincs az, hogy azért, ó, hát akkor én még gyorsan körbenézek, mit hagytam itt. Semmit. Nem hagytál ott semmit, kisfiam. Szépen szaladsz tovább, mint a hülye gyerek, mert bajban lesz ő. És akkor ilyenkor, hogy a társaim hol vannak, meg se kérdezzétek, fogalmam nincs. Tudom, hogy merre menni. Itt most kivételesen, mintha egy kicsit hiányos lenne a pálya, mert itt azért folyamatosan kellett volna jönni a cuccnak nyakamba. Tehát, hogy nem egyedül kéne itt küzdenem. Nem baj, nem baj, nem baj. Amikor kevés az életem, akkor szoktam kapni életpotikat. Aminek tudok általában örülni, főleg, hogyha kapok. És tényleg. Gyere, genyó, gyere, gyere, hadd verjelek szét. Na gyere, adjon már valaki egy életpotit, ezt nem hiszem el, 60. Egy, kettő. Oké, okay. Semmi probléma. Oké. Okay. Legalább van életem, nem kell most nagyon félnem. Oké, okay, hogy nézem, ez az utolsó, igen. Te verjük, érted, Archiver, hú. És már szakad is tovább a cucc. Úgyhogy futi van. Rendelünk követett cucc.hu-ról. Jó, igen, most fogom megszívni, úgy érzem.
Na igen, és itt továbbra is sétál. Ezt annyira nem értettem. Érted? Szakad le minden, ez meg sétál. Ez meg ott jön mögöttem, érted? És mit csinál? Nem, hogy átszaladna rajta. Nem, ő sétál. Ráérünk. Oké, beszakadt szépen mögöttünk, nem baj. Semmi probléma, itt meg jönnek annyi, mint a pusztulat. Itt igazániban nincs kérdés, itt szét kell vernünk az egernek a balgombját. És... hát vagy a balt, vagy a jobbot, tehát igazániból annyira nagy a füst, hogy egyszerűen semmit nem látok. Az lenne jó, hogyha tudnám használni az archívert. Mert azzal legalább pajzsot is tudok törni, és az egy területi sérülést is ad. Van a életpoti. Életpoti volt, poti volt, piti poti. Az a baj, hogy amikor ezek sebződnek, akkor sűrűn csak így átpördülnek. Csompé. És... Archiver, ez az. Oké. Okay. És ott áll Aragorn előttem, és nem tudok támadni. Takarodjál. És Aragorntól nem tudtam támadni. Hát az nagyon jó. Hát ez még látványnak is rossz. Főleg azért, mert 3-ba 3 engem fog támadni. És... hopp! Oké. Okay. Archiver. Egy. Kettő. Oké. Okay. Élet feltöltve. Megvan az megvan elsőre. Na, hát ez... nem mindennapos. Még ízin sem sikerült sűrűn. Úgyhogy maga a játékmenet igazándiból így néz ki. Elnézést, hogyha közben nem beszéltem fontosabb dolgokról, vagy bármi ilyesmi. Igazándiból koncentrálnom kell lennie, mert kicsit macerás a játék, annak ellenére, ahogy kinéz. Igen, perfekt nem volt. Noko, ez good volt, ez nekünk éppen tökéletes a sikeredet. 4-es szintűek lettünk, na itt megmutatom, hogy miket kaptunk. A 3-ason, amit tudtunk volna, ez a left mouse button-nel, ez a 10-esére, igazániból kapunk egy ilyen Elven Fury-t. Ez egy nagyon jó képesség, ezt én nagyon szeretem használni, ez viszont semmi szükség rá. Úgyhogy inkább ezt fogom felhasználni. Balrog's Gambit. Basz, tényleg megkérdezzétek, nem tudom. Úgyhogy... igazándiból ennyi volt most így első nekifutásra a Lord of the Rings, The Return of the King, vagyis Lothar Rotk, hogyha úgy egyszerűbb, úgyhogy a holtak királya megölve, és tudunk menni tovább egy Zone Turn Gate nevezetű pályára, amit igazándiból én nagyon-nagyon szerettem, mikor kooperatívban toltuk haverral, ő nem szerette. Mert nagyon közel kell maradnunk egymáshoz, úgyhogy igazándiból ennyi volt mára. Szépen elmentünk mindent. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Ha tetszett a videó, lájkod mindenképpen, valamint hogyha eddig nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Szeretném várni a kommenteket, hogy folytassam-e a Gyűrűk Urát, vagy sem, vagy esetleg mivel folytassam. Úgyhogy egy megosztást mindenképpen megért a megnézése. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Sziasztok!